Az árnyék. Mi is ez a fura sötét dolog, ami úgy csüng rajtunk akár szauron szeme, s fáradhatatlanul üldöz bennünket belső világunkban? Milyen szerepet tölt be a modern pszichében? A persona nem más, mint amik szeretnénk lenni. Aminek szeretnénk, hogy mások lássanak bennünket. Ez a pszichológiai ruházatunk, mint egy állarcunk, ami közvetít a való énünk és a környezetünk között, mint ahogy fizikai ruháink is mutatnak egy képet környezetünknek. Az ego azon részünk, ami vagyunk tudatosan. Az árnyék az a részünk, amit elmulasztunk meglátni, érteni. Honnan származik az árnyék? Mindannyian egészként születünk, s reménykedünk benne, egészként is fogunk meghalni, de valahol utunkorai szakaszában leszakítunk, és megeszünk egy gyümölcsöt a tudás fájáról, a dolgok ketté osztódnak, jóra és rosszra. Mi pedig elkezdjük az árnyék teremtésének folyamatát, széthasítjuk életünket. Ebben a kulturális folyamatban felosztjuk Isten adta személyiségjegyeinket azokra a kategóriákra, amelyek elfogadhatóak a társadalom szempontjából, illetve azokra, melyeket el kell ásnunk. Ez csodálatos és szükséges, hiszen enélkül nem beszélhetnénk civilizációk létrejöttéről. Másik oldalról viszont a megtagadott és el nem fogadott személyiségégyek nem tűnnek el, hanem gyülekeznek személyiségünk sötét bugyraiban. Amennyiben elég hosszú ideig várakoznak háborítatlanul, saját életet kezdenek el élni árnyékként. Az árnyék az, ami adekvát módon nem lépett be tudatosságunk fényébe. Ez a megvetett szeglet a saját lényünknek. Gyakran olyan óriási energiapotenciállal rendelkezik, mint maga az ego. Amennyiben több energia halmozódik fel benne, mint saját egónkban, vulkánként tör felszínre, fékevesztett düként, esetleg depresszió formájában, vagy éppen egy baleset képében. Ha az árnyék autonomitást szerez, kegyetlen szörnyetege tud lenni pszichés háztartásunknak. A civilizációs törekvés, mely mellesleg a legfényesebb érdeme az emberiségnek, abban áll, hogy kicsipegeti veszélyes személyiségeinket, teszi ezt addig, míg csak az ideálisak maradnak. Bárki, aki nem megy keresztül ezen a folyamaton, úgynevezett primitív marad. Primitív, akinek nincs helye a művel társadalomban. Mindannyian egészként születünk, ám a kultúránk megköveteli tőlünk, hogy csak bizonyos részeit mutassuk meg igaz természetünknek, míg örökségünk más részeit elutasítja. Önvalónkat felosztjuk egóra és árnyékra, mert a kultúránk megköveteli tőlünk, hogy bizonyos szabályok szerint viselkedjünk. Ez a mi örökségünk amiért ettünk a tudás gyümölcséből az édenkertben. A kultúra elveszi az egyszerű embert belőlünk, ugyanakkor egy összetett és szofisztikált erőt ad a kezünkbe. Érdekes dolog utazni a világban, és közben megfigyelni, hogy a különböző kultúrák milyen személyiségjegyeket csatolnak az egóhoz, és melyeket az árnyékhoz. Ez alapján rögtön nyilvánvalóvá válik, hogy a kultúra egy szükséges, ám de mesterségesen megkomponált struktúra. Azt találjuk például, hogy egyes országokban a jobb oldalon vezetnek, más országokban pedig a bal oldalon. Nyugaton egy férfi nyugodtan foghatja egy nő kezét az utcán, míg egy férfiét nem. Ugyanakkor Indiában fogni egy férfi barát kezét rendben van. Ez azonban nem vonatkozik a nőkre. Nyugaton cipőt viselni formális, illetve vallásos helyeken a tisztelet. Jele. Keleten ugyanezzel pontosan a tiszteletlenségünket fejezzük ki. Ha Indiában egy templomba cipőben megy be az ember, minimum kitessékelik, és nem is várják vissza, míg nem tanul jó modort. Középkeleten böfögéssel nyugtázuk, ha elégedettek vagyunk a vendéglátással ez nyugaton már kevésbé venné jól ki magát. Az osztályozási folyamat minden esetre eléggé önkényes. Egyéniségnek lenni például egy nagyszerű erény sok társadalomban, míg a legnagyobb bűn egy másikban. Középkeleten önzetlennek lenni erény. Egy nagy festőművész vagy költő diákjai gyakran írják alá műveiket mesterük nevén, mintsem saját magukén. A mi kultúránkban ezzel szemben, főleg a publicitásról van szó, az ember lehetőleg mindenhol feltünteti a saját nevét. Ezen ellentétes nézőpontok ütköztetése nehéz dolog. Főleg modern világunk ramosan terjedő kommunikációs hálóinak tükrében. Ugyancsak elképesztő tapasztalni azt, hogy néhány a nagyon jó személyiségégek közül is az árnyékban végzi. Általánosságban elmondható, hogy az úgynevezett világi személyiségegyek azok, amelyek a normát képezik. Minden, ami nem üti meg a mércét, az árnyékba kerül. De minden, ami jobbannál, szintén az árnyék része lesz. Személyiségünk legértékesebb jegyei sokszor szintén az árnyék részei lesznek, azon egyszerű oknál fogva, hogy túlmutatnak a kultúra befogadó képességén. Fura módon sok esetben az emberek hajlamosak erélyesebben ellenállni nemes aspektusaiknak, mint ahogy sötét oldalukat titkolni igyekeznek. Előcsalni a csontvázat a szekrényből relatíve könnyű, ugyanakkor bírni az árnyékunk arany részét nagyon rémisztő. Sokkal zavarba ejtőbb a gondolata annak, hogy egy igazán mély, nemes karakterisztikával rendelkezünk, mint hogy néhol taplók vagyunk. Természetesen mindkettő igaz, mindössze nem egy időben felismerhetőek. Arany részünk általában felsőbb indítatású, emiatt nehéz lehet megtalálni adott életszakaszban. Erre is igaz azonban, hogy figyelmen kívül hagyása ugyanolyan ártó lehet, mint nem törődni pszichénk sötét oldalával. Néhányunk komoly traumát vagy betegséget él át, mielőtt megtanulja. Hogy engedje szabadjára arany árnyékát. És valóban szükség lehet egy ilyen intenzitású megtapasztalásra, hogy megtanuljuk, micsoda kincs rejlik bennünk kiaknázatlanul. A törzsi kultúrákban sámánok, gyógyítók gyakran belehelyezkednek egy betegségbe, megtapasztalják azt, hogy belső képük születhessen annak gyógyításáról. Miután meggyógyítják saját magukat, rendelkezésére állnak a törzs minden tagja számára. Valójában mi is ezen archetípus alapján működünk a legtöbb esetben. Sérült gyógyító, ki megtalálta módját, hogy meggyógyítsa önmagát, és közben rábukkant arany árnyékára. Bárhonnan is kezdjük, bármilyen kultúrából is jöjjünk, a felnőttkorban egy jól meghatározott egóval és árnyékkal érkezünk egy jóból és rosszból álló rendszerrel, egy libikókával, melynek két oldala van. A vallás lényege tulajdonképpen nem más, mint hogy ezt a két részt visszaállítsa egy egység állapottá. A vallás szó religion tulajdonképpen visszakapcsolást, visszacsatolást jelent. Dolgok újbóli egyesítését, különvállásunk, szeparációs szorongásunk gyógyítását. Mindazonáltal abszolút szükséges egy kulturális folyamatba belépve meghasonulnunk, hogy megválthassuk magunkat állati mi voltunkból. Mint ahogy végül ugyanolyan fontos szellemi úton összerakni magunkat apró darakpákból egységes egészé. Muszáj kitörnünk az édenkertből, hogy visszaállíthassuk a mennyei Jeruzsálemet. Ebből következik, hogy az árnyék születése törvényszerű, máskülönben nem beszélhetnénk kultúráról. Miután pedig megszületett, integrálnunk kell, ellenkező esetben egy folytonos, kettéasat állapot lesz jussunk, melynek fájdalma fokozatosan erősödik evolúciónk során. Nagy általánosságban életünk első felét a kulturális folyamatoknak szenteljük, képességeket szerzünk, családot alapítunk, fegyelmezzük magunkat megszámlálhatatlan sok módon, míg a második felében törekszünk az egészség állapotába. Felmerülhet hát a kérdés, mégis miért van szükség erre az állandó körforgásra. A válasz nagyon egyszerű. Az út végi egység tudatos, Mi kezdetben leginkább egy gyermek tudattalan ényéhez hasonlítunk. Ez az evolúció esetenként indokolatlannak tűnhet, mégis kifizetődik minden fájdalma és szenvedése az út végén. Az igazi katasztrófa az, ha megrekedünk félúton. Sajnos sokakat érint ez a probléma napjainkban.